Szeretettel köszöntöm a 22. Zrínyi Ilona Gordiusz matematika verseny megyei eredmény hirdetésén megjelent versenyzőket, tanáraikat, vendégeinket, a kedves szülőket, valamint Besztercei András lelkészelnök urat, Mihalina László lelkész főigazgató urat, Batta Attila képviselő urat, a MOSS bizottság elnökét, és dr. Sebestyén Katalin tanügyigazgatási referenst. Ünnepségünk kezdetén kérem, fennállva énekeljük el a himnuszt. Most szeretném felkérni Besztercei András lelkész elnök urat rövid köszöntője megtartására. Tisztelt versenyzők, intézmény vezetők, felkészítő tanárok, kedves minnyájan! Ez intézmény fenntartójának, a Mezőtúri Református Egyházközségnek a nevében szeretettel köszöntök mindenkit ezen a megyei versenyen. Nagy megtiszteltetés a fenntartó számára is, hogy helyet adhat a megyében ennek a versenynek a többi 15 helyszínnel együtt, és én úgy gondolom, hogy ez a matematika verseny és Gordiusz matematika tesztverseny, ez igazán akkor lesz áldásos mindnyájunk számára, ha ez párosul a Teremtő Istenünk akaratával. A példabeszédek könyve 16. részében ezt hallhatjuk. Az embernél vannak az elme gondolatjai, de az Úrtól van a nyelv felelete. Minden útjai tiszták az embernek a maga szemei előtt, de aki a lelkeket vizsgálja, az Úr az. Bízzad az Úrra a te dolgaidat, és a te gondolatid véghez mennek. Mindenki kapott valamilyen talentumot, ajándékot erre a földi életére nézve, és most ezek a diákok az a talentumot, amit kaptak, itt kamatoztathatták. Több ezer diákból több mint 140-en vannak itt, én úgy gondolom, hogy már ez a 140 diák győztes, hogy a több ezer diákból kiválasztódhatott.
Én előre gratulálok azoknak, akik az újabb rostán úgy mentek át, hogy kapnak valamilyen díjat és elismerést, és tovább léphetnek az országos vetélkedőre. Gratulálok mindenkihez, mindenkinek, és Isten áldása kísérje azt a tudományt, azt a talentumot, amit kaptak továbbra is életük során. Ezt kívánom. Köszönöm. Iskolánk igazgatójának köszöntő szavait kérem, hogy hallgassák meg. Mihalina László lelkész főigazgató urat kérem meg. Kedves megjelentek, ha Mezőt úr nevét hallják az országban, akkor legtöbb esetben a kerámia, a fazekasság, ezek a fogalmak, amelyek eszébe jutnak a magyar embernek, hiszen Badár Balázs neve, és lehetne sorolni azokat a nagy nevű, nagyhírű fazekasokat, akik megalapozták ezt a hírnevet, a mi városunkban tevékenykedtek. Ha Mezőt úr nevét emlegetik, akkor a Berettyó folyó is eszünkbe juthat, hiszen Berettyó partján alkottak azok a híres költők, írók, akik a mi iskolánk öregdiákjai, Szép Ernő, Tamkós Irató, Károly, és lehetne sorolni még azokat a neveket egész a modern korig, akár Szécsi Tamás nevét is, aki úszópápa volt, olimpikonok nevelője, neve előtt tisztelgünk országos úszóbajnokságunkkal, szintén a mi öregdiákunk, és ide járt ebbe a református Túri Alma Máterbe. És ha Mezőt úr nevét meghallják, főleg egyházi körökben, akkor tudják azt, hogy a legősibb református gimnáziumról beszélnek, hiszen 1530-ban alapították iskolánkat. Mivel olyan jó matekosok ülnek itt gyorsan ki, számolhatjuk fejben, hogy minimum ez ugye 481 évet jelent. Itt 2011-ben már a 481. tanévet ünnepeljük. Igen, ősi az iskolánk, és ezeket az értékeket, a hagyományos nevelést, a tisztességes magyar polgárnak való neveltetést, a hitben való neveltetést tartjuk a legfontosabbnak. És mindig is nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a színvonalas oktatás megvalósuljon. Most jelen pillanatban több mint 800 diákja van iskolánknak, már református kollégiumi rangot kapott, mint Debrecen és Sárospatak, és 131 dolgozónk van, azért is említem ezt, hiszen közülük 15-en itt az elmúlt időszakban, februárban a megye szerte kiröppentek, és ott a verseny szervezésében aktív feladatot láttak el, a mi kollégáink voltak ott, kedves diákok, nálatok az iskolában, akik segítettek abban, hogy zökkenőmentesen lebonyolódjon a verseny. És a másik nagyon fontos dolog, amit még el kell mondanom, hogy amellett, hogy tényleg a magas színvonalú oktatást tartjuk a legfontosabbnak, amellett megye szinten is fontosnak tartjuk a tehetséggondozást. Jó magam is a megyei tehetségtanácsnak elnökségi tagja vagyok, és éppen ezért fontosnak tartom, hogy a tehetséget gondozzuk, felfigyeljünk arra, ha valaki valamiben tehetséges. Ezért van nálunk annyi sportverseny, annyi tanulmányi verseny angol nyelvből, és lehetne még sorolni természettudományos tárgyakból. És most nagyon örülök neki, hogy részt vehettünk és segíthettünk a Mategye Alapítvány által szervezett Zrínyi és Gordius matematika versenynek a megyei szintű megmérettetésében. Én továbbra is ezt szeretném majd felvállalni kollégákkal együtt, nagyon aktívan, nagyon lelkesen végezték ezt a feladatot. Köszönöm szépen erről a helyről is azoknak a kollégáknak, akik segítették ezt a munkát intézményünk dolgozójaként. Én így kívánok most további sikeres szereplést a matematika területén minden kisdiáknak, és azt kívánom, hogy Isten áldja mindazokat, akik felkészítették őket, hiszen komoly munka van mindig egy ilyen szép eredmény mögött, és most pedig következzen az, amire várunk, a leghosszabb része ennek a szép ünnepségnek, majd az eredményhirdetés, de előtte kérem, fogadják nagy szeretettel majd
a diákjainknak rövid műsorát, amellyel szeretnénk önöket egy picikét megtisztelni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen igazgató úr szavait, és még egyszer szeretném bekonferálni tanulóinknak a műsorát. Nagy-nagy szeretettel készültek, úgyhogy kérjük a vendégeinket, hogy fogadják nagy szeretettel műsorunkat felkészítő tanárnő Seres Attiláné Jutka néni. Kedves jelenlévők! Szeretettel köszöntünk mindenkit a Mezőtúri Református Kollégium énekkara nevében. Először a Mezőtúrhoz illően köszöntjük a résztvevőket három túri népdallal. Szólót énekel Bíró Szabina, 7. osztályos tanuló. Tisza partján elaludtam, jaj, de szomorút álmodtam, megálmodtam azt az egyet, babám nem leszek a tied. Ífél tájban felébredtem, 9 zsandárra lelőttem, zsandár urak mit akarnak, talán vasalni akarnak. Nem akarunk megvasalni, csak Szilaj Csikódat megvenni. Szilaj Csikóm nem eladó, nem is zsandár a lávaló. Szilaj Csikóm nem eladó, nem is zsandár a lávaló. Mert ha arra zsandár ülne, még a madár is rab lenne. Tiszán túl, Dunán túl esik a fergeteg. Eresz szélbe, babám, mert megvesz a hideg. Cifra szűröm ázik, a kis pejlovam fázik, jeges a kantár szára, gyenge karom fázik. Cifra szűröm ázik, a kis pejlovam fázik, jeges a kantár szára, gyenge karom fázik. Jányok, jányok, mit csináltok, ilyen későn vacsoráltok, már mi nálunk lefeküdtek, itt még ágyat se vetettek. Nem is vetünk mindenkinek, csak a túri legényeknek, mert a legény aranybárány, aranybetű van a vállán. Mert a legény aranybárány, aranybetű van a vállán. Ezen a gyönyörű napsütéses napon vidáman köszöntjük a tavaszt is, Mi szól a kertben című megzenésített gyermekverssel. Kedves versenyzők, fogadjátok szeretettel! Talán a szél jár juharba ágon, talán szökő.
legkedvesebb egyházi énekünkkel búcsúzunk a résztvevőktől. Címe: Olyan örömöt, mint a forrás. Szólót énekel Bíró Szabina, Tóth Krisztina, Seres Flóra és Hoppá Henrietta. Köszönjük szépen a műsort a fellépő diákjainknak, Jutka néninek, ezt a nagyon-nagyon szép, szívetmelengető, kedves műsort. És most következzen a díjátadó ünnepség. Mielőtt a díjazottakat felolvasnánk és a díjakat megkapnák, néhány gondolat az idei versenyről. A verseny első fordulóján 62.116 diák oldotta meg a verseny feladatait. A résztvevők közül 16.498 fő volt határon túli, felvidéki, erdélyi, kárpátaljai és vajdasági magyar diák. Jász-Nagykun Szolnok megyében 11 város 15 iskolájában zajlott a megyei forduló 2103 résztvevővel. Közülük a legeredményesebb 141 diákot jutalmazzuk a mai eredményhirdetésen. Legtöbbjük az egyéni versenyben ért el kimagasló eredményt, de vannak köztük olyan diákok, akik az egyéni versenyben ugyan nem kerültek évfolyamukon a legjobb 15 közé, de két iskolatársukkal együtt csapatban nyújtott kiemelkedő eredményükkel kerültek a díjazottak közé. Egy ilyen nagy méretű verseny előkészítése nagyon sok munkával jár. A ti nevetekben is szeretnénk most megköszönni a verseny megrendezését, lebonyolítását segítő felnőttek munkáját. Itt mondunk köszönetet a megye azon 15 iskolájának is, amelyek a verseny lebonyolításához a feltételeket biztosították. Belvárosi Általános Iskola Jászberény, Betlen Gábor Református Általános Iskola Törökszent Miklós,
Fiumei úti általános iskola Szolnok. Hajnóci József gimnázium, humán szakközépiskola Tiszaföldvár. Kassai úti általános iskola Szolnok. Kossuth Lajos általános iskola Kisújszállás. Kossuth Lajos gimnázium, Zrényi Ilona általános iskolája Tiszafüred. Kovács Mihály általános iskola Abátszalók. Kovács Mihály általános iskola Karcag. Mészáros Lőrinc gimnázium és szakközépiskola Jászapáti. Mezőtúri Református Kollégium Mezőtúr. Széchenyi István iskola Kunszentmárton. Szent Györgyi Albert általános iskola Szolnok. Tiszaparti gimnázium és humán szakközépiskola Szolnok. Varga Katalin gimnázium Szolnok. Külön köszönjük a verseny támogatóinak, hogy lehetővé tették a verseny színvonalas megrendezését. Most pedig következzen a nagy izgalommal várt díjátadás. Először a csapatversenyben legeredményesebb csapatok kapták meg a díjakat. A díjakat Mihalina László lelkész főigazgató adta át. További díjak átadásában közreműködött Besztercei András lelkész elnök úr is. Kormányzat részéről Batta Attila képviselő úr adta át a díjakat. A felkészítő tanároknak emlékő könyvet adott át dr. Sebestyén Katalin tanügyi referens. A helyezettek díjátadásában Sípos Vajda Edit is közreműködött. Bizonyos díjakat Gyülvészi Piroska adott át. Gratulálunk még egyszer a versenyzőknek! A matematikában tehetséges gyermekekért alapítvány 2003-ban a megye legjobb általános iskolája, a régió legeredményesebb 6-osztályos és 8-osztályos gimnáziuma díjazására vándorsellegeket alapított. A mai naptól egy évig a 2011-ben legeredményesebb iskolák őrizhetik ezeket a vándorsellegeket. A vándorsellegek átadására Besztercei András lelkész elnök urat szeretném felkérni.
első helyezett, a Szandaszőlősi Általános Iskola Szolnok. Gratulálunk, kérjük a Szandaszőlősi Általános Iskola képviselője fáradjon ki a kupáért. Szandaszőlősről egy tanárnőt szeretnék kérni, aki átveszi a kupát. Köszönjük szépen, tanárnő! Gratulálunk szívből! És az első helyezett a Lehel Vezér Gimnázium Jászberényből. Gratulálunk! Kérjük tanár urat, hogy vegye át a serleget. Köszönjük szépen lelkész elnök úrnak. Szeretném még ismertetni, hogy a 2009 évtől kezdve a Mategye Alapítvány régióként a legeredményesebb négyosztályos gimnázium és szakközépiskola részére is alapított vándorserleget. És még két tanulót szeretnék ide szólítani, két mezőtúri tanulót, akik nagyon szép eredményt értek el. Mezőtúrváros önkormányzatának az ajándékát kapja a két tanuló, Batta Attila képviselő úr fogja átadni. Kérem ide a diátadáshoz Dévai Zsombor, 4. osztályos tanulót a Rákóczi úti általános iskolából. Gratulálunk, Zsombor, csak így tovább. És Fülep Andrea, 10. osztályos gimnazistát, aki ugyan a Versegi Ferenc gimnázium tanulója, de mezőtúri a miénk. Így van. A megyei verseny legsikeresebb versenyzőit a szervezőbizottság várja az április 20, 21 és 22-én Kecskeméten megrendezendő országos döntőre. A meghívók átadására Mihalina László lelkész főigazgató urat szeretném felkérni. A versenyzőket kérem, miután átvették a meghívókat, maradjanak itt a színpad előtt. Az őket kísérő tanárokat és szülőket is ide várjuk az eredményhirdetés után, hogy meg lehessen beszélni az országos döntőre való utazás részleteit. És most szeretném ismertetni azoknak a legkiválóbb tanulóknak a nevét, akik az országos döntőre meghívót kaptak. Kérem, fáradjanak ide a meghívóért. Szabó Egon, 3. osztályos tanuló, Szolnokról, gyere Egon! Varga Nikolett, 3. osztályos tanuló, a Széchenyi István általános iskolából, Jászárok szállásról. Csécsei Zsanett jöjjön, 4. osztályos tanuló, Szolnok. Csillag Csongort is várjuk, 4. osztályos tanulót a Kassai úti általános iskolából. Kavas Katalin, 5. osztályos tanuló, a Széchenyi körúti általános iskola tanulója. Németh Balázs, 5. osztályos tanuló, a Lehel Vezér Gimnáziumból. Hol vagy, Balázs? Nincs. Fábián Erik, 6. osztályos tanuló, Szandaszőlősről. Ladányi Zsuzsanna, 7. osztályos tanuló, Szolnokról. Börcsök Máté, 8. osztályos tanuló, a Szent Györgyi Albert általános iskolából, Szolnokról. Halasi Czalbert Pál, 9. osztályos tanuló, Jászberényből. Roklitz Bencét várjuk ide, 10. osztályos tanuló, a Versegi Gimnáziumból.
és Karácsony Tamás 11. osztályos tanulót várjuk ide a Lehel Vezér gimnáziumból, Jászberényből. Én azt gondolom, hogy egy nagy tapsot megérdemelnek ezek a legeslegjobb gyermekek. Gratulálunk, csak így tovább. További sikeres versenyzést kívánunk nektek, még egyszer nagy-nagy szeretettel szeretnénk gratulálni. Ezzel a 22. Zrínyi Ilona matematika és Gordius matematika verseny Jász-Nagykun Szolnok megyei fordulójának eredményhirdetése véget ért. Az év hátra levő részében minden tanulónak további eredményes tanulást kívánunk, és reméljük, jövőre veletek ugyanitt találkozunk. Végül meghívjuk kedves vendégeket, vendégeinket és a versenyzőket egy állófogadásra, azt hiszem, megérdemeljük. Nagy szeretettel fogadják a vendéglátásunkat, és további jó munkát, és hazafelé jó utat kívánunk. Viszontlátásra! Köszönjük szépen!